Sziasztok! Megérkezett az első hivatalos update-je a Forestnek. Hát ennek kapcsán az előző játékmentés az úgy kuka, de semmi gond, kezdek már is egy jött, és amit láttátok, 16 nap múlva esedékes az újabb patch, úgyhogy már alig várom. Na, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok minden van ebbe a patchbe így, főleg hibajavítások, illetve teljesítménybeli változtatások, de bekerült egy-két új dolog is a játékba. Többek között elvileg vannak már cápák, meg lehet csinálni tutajt, úgyhogy ezt meg fogjuk nézni. De a teljes patch leírást azt linkeltem a videó leírásába, úgyhogy aki kíváncsi, akkor az nézze meg ott, vagy a Facebook oldalra is kiraktam. Meg talán a honlapra is kirakom, hogy ha már lúd legyen kövér. Na. Akkor lezuhanunk. Hajjajjajjajjaj. Vigyázz, Timi. Jó. Első modult elhagytuk. És... ajjajjaj. Ott van az erdő, már látom. Kapaszkodj. Ajjajjaj. Na megnézzük az üléstámlát közelről mindjárt. Hopp. Elméletileg ez is egy kicsit drámaiabbra lett véve ez a jelenet. Így a megvilágítás szempontjából, és ja! Kicsit mások a fényviszonyok itt is. Bár nem tudom, hogy ez... szerintem az előző is elég jó volt ilyen szempontból. Na, itt vagyunk. Na, kezdődjék hát akkor a túlélés hadművelet. Ham nyom 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 nyom. Még egy követ is magunkhoz vettünk. Ott egy büdös láb, jó van. Na, és akkor jöhet a balta. Köszönjük, hölgyem. Ó, ennek a modelljét is picit tweakelték volna. Na, hol vagyunk? Na mindegy, kinézünk majd a partra. Ja, ez nem. Ó, egyik. Ez jól jön. Az állatoknak is egy kicsit változtattak a... ó, rozsdásszöges bot. Ez nem is lenne rossz egyébként. Ó, ott a kis sátortábor, jól van. Na, gyorsan itt még körbejárok így a bőröndökért. Aztán utána eltűzlök. Hát sajna, szerintem még a játékmentések után nem maradnak meg a cuccok továbbra sem. De hát majd kiderül. Mindegy, attól még messze-messze jól fogok szórakozni, én úgy érzem, tehát nem lesz itt probléma. Na nézzük, bőrönd. Van a bőrönd. Na végre. Ruhacafat. Csoki, ruhacafat. Még egy kis bőrönd. Jó, a golflabdát azt hagyom a fenébe. Abból úgyis lesz elég még. Ez a golflabda fét is. Jó, én szerintem itt a repülőgép hajtóműve. Mert jó, hogy hátul ültünk. Hát ha előülünk, akkor ki tudja, hogy mi lesz belőlünk. Turista osztály. Hoppá. Ő szegény. Lehet, hogy őt megégette egy picit a turbina. Ó, nézd már, egy kamera. És ezt nem tudjuk magunkkal vinni. Az mekkora poén lett, de már. Hoppá! Ó, szegény emberek. Itt is. Hát, így darabok maradtak belőle. Jó, tollakat magamhoz veszem. Van itt még egy kis money. És még nem jönnek sehol a benszülöttek. Ez érdekes, bár lehet, hogy már jól működik, hogy nappal azért vegetálnak, mármint hogy alszanak a barlangjaikban. Azért az nem rossz. Akkor legalább van egy kis helyzeti előnyünk.
Na jó, menjünk ki a partra, nézzük meg, hogy mi újság. Dum-dum-dum-dum. Á, ott a part. Meg elvéletileg betettek valami kis meglepít így a jaktra. Úgyhogy azt is megnézzük, mi az. Egy kis szerencsével a jelzőpisztoly, de ki tudja, bármi lehet. Konkrétan most nem tudom még, hogy hol vagyok. De hát, hogyha maradok a parton, akkor valószínűleg nem lesz probléma. Ó, ja, bőröndök. Na. Nem, nem golf, vagy teniszlabdát nem. Jó, azt is hagyom itt a rákba. Kell a halálnak itt a teniszlabda. Na, itt is volt egy ruhadarab, meg csoki. Itt is. Csoki, csoki hátám. Hű, itt nagyon sok szemét van ám szétszórva. Azt a nem jóját. Loot. Egy elemlámpának tudnék még örülni. Jó, már annyi pia van nálunk. Teljesen le tudunk részegedni kedvünkre. Na jó, járjunk körül itt a parton. Várjunk csak. Azt mondja, blueprints, getting started. Jó van, na. Nézzük itt végig, boats. Azt mondja, hogy jó. De ezen vajon tudunk menni is? Na mindegy. Csinálunk egy ilyen kis tutajt. Az jó lenne mondjuk, hogyha tudnánk rajta így vitorlázni. Meglovagolnánk itt a szelet. Na, egyelőre most csak kipróbálom. Meg talán megnézzük, hogy itt tényleg vannak-e cápák. Az mondjuk nagyon poé lenne, és akkor olyan lenne, mint a Cube-ver, vagy vitorlázhatnánk itt a semmibe. Nézzük csak. Houseboat. Hát olyan még nincsen. Food. Ja, a más új cucc az nem került be. Meg a falakat. Azt most már el lehet helyezni így vízszintesen is. Magyarán szóval tudunk tetőt. Meg talapzatot készíteni belőlük. Jó, ez csak piás doboz. Na, nem is kell sok minden ehhez a tutajhoz. Hát jelenleg nem, meg kötél is kellett volna elvileg. Jó, kanibáloknak még nyoma sincs. Gurul egy fa. Most már ahogy nézem, lassabban töltődik vissza az energiánk, úgyhogy ezen is változtattak. Na, még egy darab farunk fog kelleni. Ez nem is olyan költséges. Hoppá! Na, hogy most itt jönnek. Kikerüljük őket, jó messzire. De ha kell, akkor mindjárt megdobálom őket molotov koktéllal. Hogy is volt? Kell hozzá egy rongy, egy ilyen üveg, és kész is. Jaj, nem ezt. Annyira a tabbal hoznám ezt elő. Na, gyertek közelebb? Jó, nem jönnek közelebb. Jó, akkor vissza a kis baltát. Hoppá! Jézusom! Vizet! Megevigettem magam a saját molotov koktélommal. Ezek meg elszaladtak. Jó van.
készülő kis ladikom. Ezt érdekes, hogy ezt nem lehet használni. Mondjuk lehet, hogy lukos. Mondjuk úgy lenne értelme dolognak. Jó. Erre jártak, kúrjongattak, aztán elszaladtak. Nagyon helyes. Nem is kell, hogy itt rontják a levegőt nekem. Na, még egy fát gyorsan kivágok. Aztán majd egy csokit sártana betermelni gyorsan. Bár... még egész jól bírom. Energiám is van. Hoppá! Fenébe, ezek mindenütt ott vannak. Jó. Gyorsan megnézzük, mit tud ez a tutaj. Oho, oho. Jó, és tényleg megy. Nem tudok felmenni rá. Na. De... na de most komolyan. De miért csúszom le? Jó, ez eddig nagyon szép és jó, de nem tudok rajta maradni a ladikon. Ladikom? Jó, hát ez még nem tökéletes. Na, ladikom, de ladikom. Na jó, hát tolhatom magam előtt. Legalább ennyi haszna van. Na, most sikerült. Hé, az ott mi? Az ott egy teknős. Ott megy egy leveses teknős. Tök jó. Oh! Hát erre kéne valami kis extra cucc. Jó. Megy. Megy a cucc. Na, és a víz alatti cuccot is tudom most már nézni. Ah, ússzunk akkor. Itt a teknős. Opa! Jó, sikerült. Jó. Hát még ez a csónak se látja el úgy a feladatát, ahogy kéne neki. Jó, de sirályok már jönnek rá azért. Még ha én nem is. Jó, oké. Na jó, akkor... szerintem annak van most több értelme, hogyha... én itt megyek. És megpróbálom megkeresni még a jaktot. Ha már... jó, hát most már tudjuk, hogy van legalább egy ilyen funkció... ja, mi ez? Ez a csillag. Jó. Jó, szakad az eső továbbra is. Oké. Mi az ott? Egy döglött bálna. Na jó, akkor ajánlok egy csokit. Nem, ez egy döglött cápa. Íííí, csórikám. Egy döglött cápa. Guszta. És belelóg a kosárkámba. Várj csak, és ha ide állok. Így is. Nagyon jó. Jaj, kipakolok a cápán piknikezni. Volt valaki kis ladikom. Akkor valahol erre kell lennie szerintem a jaktnak. Vagy nem. Ez itt mi? Egy újabb üveg. Hú, valakit nagyon széthagyta a dolgait a parton. Szemeteltek. Kis mocskok. Érdekes, érdekes. Jó, egyelőre nagyon kihaltnak tűnik az óceán. Lehet, hogy a cápák alatt úgy értették, hogy ilyen cápa tetem. Jó, az árnyékunk az továbbra is fej nélküli. Bár szerintem ez így már elég így érdekesen így maradhatna. Szóval, na, értitek, tehát így ikonikussá vált ez a fej nélküli árnyék. Nem is kéne javítani. Jó van ez így.
Na, itt van valami öböl. Már jól nézzük. Az ott mi? Hát valami érdekes sodrás. Így nagyon érdekes lett így a víznek a textúrája. Na, próbáljunk meg átúszni rajta. Kis úszás sosárt. Sport! Úszi van! Már nem jönnek azok a cápák. Közben halljuk a tenger zúgását. Check back soon. Na, nem elérhető az a környék. Hát úgy tűnik nem. Hát kár azért a vitorlázásért, azért az nagyon jó poén lett volna. Oda már nem tudunk menni, legalábbis ebben a buildben, de majd később berakják. Hát akkor nem megyünk arra. Na, meg akarom találni akkor ezt a csónakot. Ó, itt a benszülött camping. Lehet, hogy arra lesz valahol. Jó, hát itt vannak kisebb hibák így a víz textúrájával. De semmi gond. Urai vagyunk a helyzetnek. Ó, ojjaj, jönnek haza a srácok. De nem szúrtak ki. Na, kisütött a nap. Remek. Hú, milyen érdekes tucok vannak ott a hátán. Jönnek hazafele. Nem gond, nem gond. Jó, azt hiszem tudom hol vagyok. Azt hiszem. Jó. Ez ott van, ahol az előző ilyen első videókat készítettem. És a csapdákkal elkaptam a néniket, a bácsikat. Hát az előző mentés gyakorlatilag. Ha, és már megint szakad az eső. Közben itt elment egy busz. Remélem nem hallatszik nagyon be a videóba. Oké. Okay. Megpróbálok itt átvágni az erdőn. Aztán meglátjuk. Na, azért megtaláltam itt a tájékozódási pontokat. Ó, picit bebarnultak a sziklák. Tehát megfeketettek, meg, na, hogy kell ezt mondani. Na, átvágunk itt a moha erdőn. Vagy mik ezek? Páfrányok, vagy fene tudja. Jó, itt ki föl a tisztásra. Szivárvány! Ojaj. Még egy kis kemping. Na, legalább erre is körbenézünk. Most ilyen erdőkerülős epizód van. Ott is egy hegy. Megyünk gyorsan, trappolunk végig az erdőn. Még most már elvileg, ha először kapnak el minket, vagy halunk meg, akkor egy random barlangba kerülünk, és nem mindig ugyanoda. Ami szerintem szintén jó. Hú, de nagy árnyékunk van. Egy akkor izgibb. Bár mondjuk pár halál után azt is ki fogjuk ismerni. Hú, itt jó sok kő világít az alján a víznek. Kéne egy búvár szemüveg, hogy tisztán lássunk. Ó, megy le a nap. Kéne egy fákja majd, mert így nem fogunk látni semmit se.
Hát, sajnálom, hogy azon a ladikon nem lehetett menni. Mert az több poén lett volna. Így vitorlázunk. Na, most olyan hol vagyunk. Azért az vicces, hogy így is hallani a lábunk léptét, miközben úszunk. De szép, szép, és erre még nem is jártam szerintem. Az mondjuk feltételező, hogy nem biztos, hogy akkor a jachtot meg fogom találni. A jacht nyomában. Na, ígyunk egy szódát. Gyorsan. Jaj, kezd beesteledni. Én meg át vagyok nedvesedve teljesen. Jacht, merre vagy? Hát nem erre. Kezdek fázni. És esik ez a rohadt eső is. Na, jön föl a hold. Hol a jacht? Merre lehet? Kezd fagyni a képernyő széle. Na nem baj, én nem adom fel, megyek előre az éjszakában. Így legalább a sötétben jobban látszódnak a benszülöttek. Zúzunk az éjszakában. Na, meg kéne szárítkozni. Na, akkor csinálok pár tüzet. Ez itt már tópart? Hát konkrétan már én sem látok túl sokat. Na most egy picit. Ja. Na jó, csináljunk gyorsan egy tüzecskét. Kezdek nagyon fázni. Mi? Nincs fa levelünk? Úristen. Gyorsan, még miatt hipotermiát kapok. Tüzecske. Jó, tüzecske. Na jó. Nézzük csak. Gyíkhús. Egy jó esti gyíkhús. Nál nincs is szebb. Jó, B. Survival book. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Hát ezek még nem elérhetőek sajnos továbbra sem, de már alig várom. Jó, sikerült átmelegednem. Jó. Megesszük a gyíkot. Elállt az eső is. Akkor nyomulhatunk tovább. Ez sem elérhető. Hát akkor nem tudom, hova keveredtem. Elindulunk arrafele. Gyorsan. Hát, ha ez így sikeres lesz. Hát valószínűleg ott volt valahol a jacht, ahol elindultunk, csak én rossz irányba mentem, most már biztos. De most konkrétan totál el vagyok tévedve. Jaj, és még mindig szakad az eső. Átúszunk. Valami mocsár van szerintem. Vagy legalábbis olyasmi. Na, nagy sík terep. Mi is ad a köd. Jó, hát nem tudom, hogy hol lehetek. Hát, átúszom a túlpartra, az a biztos. Ó, elfáradtam.
De erre nincsenek benszülöttek, ami viszont jó hír. Na, megint egy kis úszás következik. Na, hogyha még nem is történik olyan sok minden, de legalább a tájat kicsit megcsodálhatjuk. Így az éjszakában, ott megy a hold. Na, nagyjából az éjszaka közepén járhatunk. Hát, ha lenne fákja, akkor azt vinném magammal, hogy jobban lássunk, meg tényleg ezeket a jó kis fényviszonyokat így megcsodáljuk. Hát sajnos nem lehet. Még nem lehet. Na, én meg most megyek így a dzsungel közepébe. Ja, de van fákjánk, hát hülye vagyok. Hol az öngyújtóm? Na, legalább ennyivel többet látunk. Mászunk föl egy csúcsra. És így belátjuk az egész környéket. Ja, valószínűleg ott lesz valahol a hajó. Itt meg járkálnak nagyban a benszülöttek. Hoppá, az ott mi? Egy bőrönd úszik itt a tóban. Közben érdemes figyelni, hogy ne jöjjenek a benszülöttek, meg ne kúrjongassanak, de hála Istennek, így általában világítanak az éjszakába, úgyhogy nem lesz gond velük, hogy kiszúrjam őket időben. Ajaj, azért nem akarok halálra zúzódni, így leesek. Na, ez egy érdekes képződmény itt. Ajaj. Ajaj. Semmit nem látok. Na, nézzük. Jó. Hát majd max majd eszek egy újabb csokit. Meg legalább akkor bejárom a helyszíneket, hogy mi merre meddig. Nincs ezzel a gond. Lassan megbírhatna, hogy lássunk is valamit. Hú. Azt hittem jön valaki utánam, de nem. Csak az én lábnyomaimat, vagy lépteim zaját hallani. Na, hol lehetek? Jó, ez itt már ismerős környék, meg tűnik. Bár ki az, aki egy éjszakai erdőbe tud tájékozódni, ugye? Hát én? Ja, ja, meg vagyunk ott a falu. Arra nem tudunk menni. Jó, akkor visszakerültünk oda, ahonnan indultunk. Jó, hát akkor gyorsan elsprintelek itt a part mentén. A másik irányba, hát ha. Hát, ha ott bújik meg a kincs. És akkor szerintem a napfelkeltével fogom zárni a képet, és remélem, hogy még a jachtot is megtalálom. Na, bevetem magam ismét az erdőbe. Lassan megvíradhatna, bár még szerintem az éjszaka közepén járok. Elég jól bírja ez az öngyújtó, ami amúgy... ilyen... nem tudom, ilyen extra... gázpalack van benne. De így legalább ti is láttok. Hát sajnos zseblámpám az nincsen. Fák kitakarják a holdfényét. Hű, ahogy hallom, itt kúrjongatnak azért benszülöttek. Nem baj, legalább nem jönnek ide hozzám. Elkerülnek messzire. Én ott voltam a hajónál az előző videónál, úgyhogy meg kéne tudnom találni. Ami viszont a jó hír, hogy egy futással jóval lassabban is fogy az energiánk. Ott a tutajom!
ott van a fa. Hát ennek a tutajnak nem sok gyakorlati haszna volt. Jó. Itt a géproncs, vagy legalábbis itt lesz valahol. Na, hamarosan megvirrad. Jó, ez nem benszülött, hanem csak egy bozót. Azt hittem, hogy ott ottem. Á, ott lesz! Az a szikla már tényleg ismerős, ez a kis félsziget. Valószínűleg a túloldalán lesz. Ha meg jönnének itt a benszülöttek, akkor egyszerűen csak bemenekülök a vízbe, és akkor oda nem jönnek utánam. Mert eddig az volt, hogy így elkezdtek sétálni. A... Ó, szegény, veled meg mi történt? És ilyen CD-ket aggatott magára. A benszülött kocka. Plöty. Na, az ott mi? Egy kis sátor? Jól látom. Ja, van itt egy sátor. Ó, itt harcok voltak. Haha! Itt egy baromi nagy horgony. Na, mindjárt lemegy a hold. Hát remélem azért jól látszódik minden a felvételen. Én azért látok. Remélem ti is. Ez a jobb a játékban, hogy sosem tudni, hogy mi vár ránk a következő sarkon. Hoppá, hoppá, mi van ott? Á, megvan a jacht. Ez itt meg mi? Valami fa. De jó. Van itt valami szép fa. Jó, és úgy nézem, megvirrat, úgyhogy elrakom az öngyújtót. Ez valami elég érdekes fa. Nem tudom, Afrikában vannak ilyen fák, nem tudom mi a nevű. De tudom, hogy ilyen nagyon nagy fák. Hát ezt szerintem nem lehet kivágni, ez valami speckó. Ja. Na, itt van az öböl. Itt van előtte egy ilyen nagyon csini totem. Kell fel a nap. Ott van egy szigeteske, és ott a jacht. Jó, megnézzük a jachtot még gyorsan. Mit adtak ott nekünk a készítők? Ebben a pöcsben. Hoppá. Meg lehet jönnek cápák is. Bár eddig nem nagyon találkoztam cápával a vízben. Lehet, hogy csak úgy értették, hogy a parton. Meg rohadt sok bőrönd. Na nézzük, mi van itt a jachton. Az mondjuk para lenne, hogyha a cápák jönnének a vízben. Bár mondjuk akkor le is lehetne őket vadászni. Ott vannak a cápák, behalok tényleg. Hát most így a videó végére, de... Na mi ez? Egy videókazetta. Más valami? Nem, egy videókazetta, és ott vannak a cápák. Na mit tud ez a videókazetta? Restores energy. Jézusom, ne! Copyright! Jézusom! Ajajaj! Ajajaj! Valahogy meg kell ezt állítani. Gyorsan! Music le! Nincs music! Áh! Áh, de mindegy. Ha YouTube beri azt, akkor így jártam. Nem lehet ezt kikapcsolni? Aj, de vicces. Ah!
Na mindegy. Azért köszi, hogy itt voltatok, megnézzük a cápákat közelebbről. És akkor ez volt a Forest. Szia cápi! Hoppá! Na, egy kis zenés cápagyilok. Egy ilyen heroikus zenére. Jön a cápa. Ez kész. Lehet lejjebb kéne vegyem a hangerőt a játéknak. Ez az, lovagolok a cápán! Ez mit csinál? Az kész. Júj, de jó. Nem tudom, mi az a zene, by the way. Remélem nem jogvédett. Hoppá! Hát elég kikobott ez a cápa, nem baj, meglovagoljuk. Lovagolok a cápa. Ez nagyon kész. Sajnos mi találtam hozzá egy ilyen heroikus zenét. Itt van egy másik cápa. Ho-ho-ho-ho-ho-ho. Na mi van, ha megharap? Hát ennek még így semmi. Na jó, köszi szépen, hogy megnéztétek. Így a végére teljes volt az őrület. Meg tud ezt harapni? Gyere, harap meg. Bele a falba, ahogy kell. Jó. Ezzel a music box-szal kész. Mi ez már a zene dobozza? Hát kicsit feldobta a hangulatot, na. De nézzük a benzületeket. Akkor már teknőst is. Ez se csinál semmit. Sziasztok! Na jó, köszi szépen, itt voltatok. Sziasztok! Halál.